a barátságnak is vannak határai, és ez hamar meg is mutatkozik, ha két egymástól homlokegyenest eltérő személyiségű férfi kényszerül egy fedél alá, hogy az ilyen páros furcsa, még a legenyhébb kifejezés. Neil Simon híres és közkedvelt darabját ezúttal az Adi Teátrum állította színpadra. A Furcsa pár című Neil Simon darabot 1965-ös Broadway premierje óta százezrek, ha nem milliók látták szerte a világon, és egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy valamennyien imádták a két tökéletesen ellentétes személyiségű jó barát együttéléséről szóló rekeszizom kínzó vígjátékot. A nagy sikerű darabot ezúttal az Adi Teátrum játszotta a Csokonai Színház termében, mondanunk sem kell, teltház előtt. Azért választottuk ezt a darabot, mert 4 év után térünk most vissza, és van egy törzsközönségünk, és szerettünk volna olyan darabot játszani, ami nagyon vidám, kellően tudnak rajta mosolyogni, és hát ez egy nagyon alkalmas darab erre. Abszolút sűrítményként azt lehet mondani, hogy két különböző embertípus nagyon nehezen tud egymás mellett élni, legyen az férfi vagy nő, ezek ilyen kibékíthetetlen ellentétek, amit a hétköznapi élet során nagyon nehéz áthidalni. Én Oscar Madisont alakítom, 40 év körüli trehány, elvált, a pókerpartit imádja, a bulit imádja, és magát az életet imádja. A másik karakter pont az ellentéte, aki éppen most válik, és őt próbálja kihozni valahogy ebből a nyomorúságos helyzetből. Felix Unger egy olyan karakter, hát hogyha röviden kellene jellemezni, ő egy-két lábújáró porszívó. Rendmániás, mindennek a helyén kell lennie, ezt a feleség egy 12 év házasság után megelégelte, és most beköltözik a legjobb barátjához, és ez nagyon vicces szituációkat teremt egy idő után. Komika, vígjáték, kicsit tragédia is van benne, de szerintem ez mindenkinek a saját életében megtalálható. A szereposztás már csak azért is izgalmas, mert a két főszereplőt alakító színésznek, ha önmagukhoz hasonló karaktert kellett volna választaniuk, mindkettejüknek éppen a másik állt volna közelebb a személyiségéhez. A valóságban talán egy kicsit közelebb állok én a másik karakterhez, úgyhogy pont ez volt a kihívás benne, de azért jó rosszalkodni a színpadon. Valljuk be, reméljük majd a nézők is így látják. Bár én annyira nem vagyok trehány, de rendmániás sem vagyok, de én azt a nézetet vallom, hogy egy színésznek akkor leghálásabb egy szerep, hogyha azt a karaktert alakítja, ami nem ő. Lehet, hogy igaza is van. Az Adi Teátrum előadását látva mindketten lubickoltak a szerepben. Az is igaz persze, hogy Neil Simon Furcsa párja önmagában is jutalomjáték bárkinek, a közönségnek meg aztán pláne. Kedjetek el, zárjátok be az összes fürdőszobát! Ne tartsatok vissza egyet!